A szegedi vereséget követően javítani szeretett volna az NKS, amely két kulcsjátékosát, Pál Vivient és Fekete Dórát nélkülözni kényszerült a Vasas Akadémia elleni mérkőzésen. A hazaiak jól kezdték a meccset, az első negyedet 6, a másodikat 3 ponttal nyerték Farkasinszky Gyuláné tanítványai. A harmadik negyed ugyan 1 ponttal a fővárosiaké lett, de a záró 10 perc kezdetén még 68-60-ra vezetett a Kossár-Suli. A budapestiek 75-75-nél érték utol ellenfelüket, majd 80-80-nál ismét egyenlő volt az állás. A hátralévő időben már csak a Vasas szerzett pontot, szám szerint 4-et, így oda lett az NKS hazai bajnoki veretlensége. Az utolsó percekben fegyelmezetlenek voltunk, nem igazán azt játszottuk, amit kértem. Védekezésnél ugyanúgy olyan hibákat vétettünk, és olyan eladott labdákat adtunk oda az ellenfélnek, amiből egyértelmű volt, hogy tehát ebben a végjátékban nem lehet ilyen hibákat vétenni, tehát olyan helyzeteket vállaltunk el, ami nem kellett volna. Ugye ott, amikor át kellett volna passzolni a zónát, ott beletettük éppen a középen védekező játékos kezébe a labdát, tehát én úgy gondolom, hogy egyértelműen fegyelmezetlen volt a csapat. Körülbelül ez lett a vége. A Vasas edzője, a játékosként korábban Nyíregyházán is szereplő Krivacevics Dragoljub örült annak, hogy a hajrában maguk javára tudták fordítani a mérkőzést. Mutattunk, hogy van széve a csapatban, amikor legfontosabb volt, a legfontosabb pillanatban volt mindig játékos, aki tud vállalni, és mondjuk zóna is jól működik egyik periódusban a végig. Szeretünk egy agresszív játék játszani, ami mutatunk is egész mérkőzésen letámadás, de néha megálltunk zónában, ami hozta a siker most ezen a mérkőzésen. Sajnálom a nyíregyházai csapat, mert tényleg tudom, hogy sok sérülés is van, meg beteg, meg sok siker is kívánok neki, egész év jó szereplés is volt, úgyhogy sok sikert kívánok neki további. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi Kossár-Suli vezeti 15 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az egyaránt 14-3-as mutatóval álló Vasas Akadémiát és Szegedet. Az NKS pénteken a Kecskemétet fogadja.